Hát akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Magyar Anime Társaság alapításáról szóló kerekasztal beszélgetésen. Köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük, hogy érdeklődtök, ez iránt a program iránt, megígérjük, hogy érdekes lesz, legalábbis nekünk mindenképpen, de hát igyekszünk majd azért úgy beszélgetni, hogy mindenkinek legyenek hasznos információ. Akkor bemutatással kezdeném, és hát ugyan az illendőség nem ez diktálja, de mégis engedjétek meg, hogy először itt a férfi tagunkat mutassam be, aki itt ül velünk, ugyanis ő a Magyar Anime Társaság elnöke, Király Dávid. Szia! Sziasztok! És aztán haladjunk sorban, a bal szélen ül Dombi Orsolya, akit onnan ismerhettek esetleg, hogy nagyon sok éven keresztül ő volt az, aki a rajzversenyeket szervezte az animekonokon. Úgyhogy aki valaha animekonos rajzversenyen vett részt, Orsit biztosan ismeri. Szia! És emlékszem rátok mindenkire. És ez igaz egyébként. Kicsit sem ominózus. Szintén animekonokról lehet ismerős nektek Pravda Szilvia, aki Urán néven is ismerhettek, és ő volt a főszervező, hát nagyon sok animekonon, majd elmondod, hogy mennyin. Mintha emlékeznék rá. Jó, nem fogja elmondani, de jó sok, majdnem az összes animekont ő szervezte, úgyhogy aki valaha volt animekonon, az neki lehet hálás ezért. Főleg a pecsában. És hát akkor sorba haladva én következem, engem Hajnal Krisztinának hívnak, és azért vagyok itt elsősorban, hogy moderáljam ezt a mai beszélgetést, mert mindannyian félnek egyébként itt tőlem, de egyébként én is alapító tagja vagyok a MAT-nak, sőt, majd elmondjuk, de a legfiatalabb alapító tagja voltam a MAT-nak. Majd lesz egy érdekesség ezzel kapcsolatban, és végül, de nem utolsó sorban Kertész Kira ül itt a másik szélen. Róla azt kell tudni, hogy nagyon sok éven keresztül az Anime Társaság pénztárosa. Sőt, még mindig, igen. Képben vagyok, látszik. Szóval, hogy ha Kira nincs, akkor nem így alakult volna valószínűleg az Anime Társaság sorsa. Szóval, hogy ő is nagyon fontos. Szia! Sziasztok! Sőt, még itt a technikával folynak szerelések, de majd lehet, hogy még egy illető velünk lesz virtuálisan, hamarosan. Dolgozunk rajta. Legalábbis a bagger. Szurkoljatok neki mind nagyon. Igen, ezek a technikai dolgok mindig kalandosak voltak, így volt ez az animekonokon is, és szerintem ez nem változott egyetlen egy rendezvényen sem egészen a mai napig. Hát akkor kezdjük is el, szerintem azzal kellene kezdeni, hogy is volt ez, amikor 15, inkább 16 évvel ezelőtt felmerült, hogy jó lenne alapítani egy egyesületet. Nem tudom, ki szeretne mesélni egy kicsit arról, hogy milyen volt ez 16 évvel ezelőtt? Én akkor még nem voltam benne. Fel van mentve. Nem tudom, Kira, mondasz egy pár szót? Szóval az egész ugye azzal kezdődött, hogy elkezdte az RTL Klub vetíteni a Sailor Moon, a csodálatos álmokat. Varázslatos álmok, elnézést, már az én memóriám is eléggé lyukacsos. Meg a Dragon Ball-t. 5 perc múlva felrobban a föld. Igen. És rászerveződött egy baráti társaság, egy levelező listáról. Először egy üzenőfal volt, még a Miskolci anime útmutató, vagy milyen rák volt a címe. Azért emlékszem, mert amikor elutaztam nagymamámhoz, és nem volt internet, akkor anyukám kinyomtatta nekem az üzenőfalat, és elküldte postán, és úgy olvastam nyáron az üzeneteket. Ez még a kőkorszakban történt. Igen, tehát betárcsázós internet, ilyen már mind nem emlékeztek. Igen, tehát üzenőfal, amiből lett egy személyes baráti társaság. Várják, közben átváltott a kamerám. Mi történt? Kármán. Csak nem a Kármán. Meg vagyok. Na, ki a Kármán? Mi látjuk, ti nem látjátok, de mi látjuk. Mi már látjuk, igen. Mutasd be Kármánt is. Ja. Hát akkor így még egy tagunk becsatlakozik. Eljön a Kármán? Itt lesz Kármán. Szellem a palacban. Ülj mellém. Angliából méghozzá. Kertész Kármán, a névazonosság az nem a véletlen műve, tényleg testvérek Kírával, és hát
Hát mit is mondjak, a MAT oszlopos tagja az alapítástól kezdve, ő is olyan tagunk volt, aki ha nincs, akkor ma nincs a MAT. Nem tudom, mondasz egy pár szót még magadról? Excelnök, és minden, amit akartok. Hát, igen, én viszonylag korán kerültem be ide az animés közösségbe, azt hiszem, hogy elég régen benne voltam a levelező listákon, de nem a legrégebbi emberek között. Csak aztán a MAT-ot, amikor megszerveztük, akkor nagyon kevés ember volt, aki vállalt valamilyen tisztséget. Mert mondjuk nagykorú volt, és alá tudott írni. Ez egy fontos kritérium volt, igen. Úgyhogy kizárásos alapon a Kármán lett az elnök. A matos tisztségviselő választás az nagyon sokszor úgy működött, hogy ez a oké, hányan vagyunk itt, ki az, akit rá lehet beszélni, meg lehet fenyegetni, vagy ki lehet könyörögni, hogy ez a léci könyörgöm vállald el. Szűk keresztmetszet. Meg ha jól emlékszem, akkor ugye egyetem vagy mit tudom én, valamilyen diákmeló mellett ugye volt időnk is még. Ja, amikor elkezdődött, akkor a banda egyik fele gimnazista volt, a másik fele éppen egyetemista, aztán ez így szépen... Teltek az évek. Öregettünk. És akkor szerintem úgy alakult meg a MAT, de lehet, hogy rosszul emlékszem, hogy nem az volt, hogy volt valami cikk, ami megjelent, és nagyon fölhúztuk magunkat, és így hivatalosan akartunk tiltakozni. Tehát, hogy ez a Frey Tamás? A Freyes, igen. És akkor kitört itt a vihar a biliben, hogy mert milyen csúnyát írnak az animéről, meg mit tudom én, és hogy hát ha most mi elkezdjük ott verni a nem tudom mit 15 évesen, senki nem vesz minket komolyan, akkor alapítsunk egy egyesületet, mert az milyen komoly dolog. Igen, mert hogy volt egy ilyen műsor a Frey Tamásnak, amiben szó volt a japán szubkultúráról, ja. És akkor úgy volt bemutatva, mint ami csak szex és erőszak, meg ilyesmik, tehát hogy ilyen... Igen, hogy az anime ez a hentai, meg mit tudom én. Torzították a képet is. Igen. Valami ilyesmi. Ja, tényleg volt valami könyv. Ja. És a könyv egyébként érdekes. A Vágvölgyi féle könyvek? A Vágvölgyi. A Tokyo Underground című könyv, ha valaki olvasta. És akkor kitaláltuk ezt az egész egyesületet, és akkor az már nem tudom, hogy jött, hogy az egyik hungarokonon alakultunk meg. Salgótarján? Salgótarján van. Na, mikre nem emlékszem? Ott volt ott mindenki, mert oda lement mindenki. Igen, de azért mentünk le, hogy megalakuljunk, tehát azért ez így ilyen... Igen, az a hungarokon az hasonló rendezvény volt kicsit, mint a mai, hogy így minden volt. Volt a fantasy show, skifisek... Volt egy kis átfedés. Igen. Trekkesekkel, ott volt Darth Vader, arra emlékszem. Akkor a Tolkien társaság is ott volt. Ja. Ugye akkoriban jelent meg az első Gyűrűk Ura film, úgyhogy a Tolkien társaság akkor élte virágkorát. Okay, öregek vagyunk. Igen, szóval, hogy ez akkoriban volt. Kicsit mások voltak a lehetőségek is. Egy kollégiumban volt a szállás Salgótarjánban, és hát nem volt ilyen gyönyörű színházterem, meg hangosítás, meg semmi. Volt még egy hotelben is szállás, aminek az ebédlőjében, illetve reggelizőjében volt például meg beszélgetés az egyik íróval. Már aki éppen felkelt elég korán. A Livingstone-nal. Nem, hülye vagyok, az Ian Watson-nal volt, igen, beszélget. Tök aranyos bácsi volt amúgy. A Darth Vader is nagyon aranyos volt. Amennyit látunk belőle. Mondjuk, ami legjobban megmaradt az egész helyből, az, amikor az éjszakai Jérok partin a takarítónéni kihúzta a 220-at, és így tök sötét lett hirtelen, és elhallgatott a zene, és ott álltunk, hogy oké, akkor most mi történt? Tehát, hogy így a technika ördöge az elejétől kezdve kíséri a Magyar Anime Társaságot, maradjunk annyiban. Igen, ezt 15 évig nem sikerült megoldani. Szóval, hogy ilyen más világ volt akkoriban még, és hát azt már nagyjából hallottátok, hogy jött az ötlet, hogy akkor alapítsunk egy egyesületet. Valaki emlékszik itt közületek, hogy akkor mennyi előkészítést igényelt ez, meg mennyi macerát? Valaki tud erről mondani egy pár szót? Kármán. Igen. Elég sokat. Úgy volt, hogy... Volt az Einon, ha emlékszünk rá, ő segített az alapszabály, mert hogy egy meglevő egyesület alapszabályát ideadta, és az alapján írjuk meg akkor a miénket. Emlékszem, tehát, és vagy
hónapokig volt szerintem az alapszabályt, mire megírtuk, leadtuk, akkor visszadobták egyszer. Emlékszem, akkor még a Burger Kingben volt, az Oktogoni Burgerben volt még akkor a Meet, és emlékszem, hogy így a felnőttek ültek az asztal körül, és így állandóan, hogy ez a mit írjunk bele az alapszabályba, meg mit vegyünk ki, meg mi kötelező. Szóval, hogy csak ti is értjétek, hogy most milyen emléket idéz fel urán. Nagyon sokáig különböző gyors éttermekben találkoztunk, mert hát fiatalok voltunk, nem volt pénz arra, hogy ilyen éttermekbe vagy ne adj Isten, kibéreljünk egy helyet, és olyan helyekre üljünk be. Szóval gyors éttermekben szoktunk találkozni, és ezt hívtuk úgy, hogy a Meet egyébként még a mai napig van, és még a mai napig találkozunk, bár változtak az emberek. Igen, ezt megszoktuk már azóta. Szóval, hogy és nagy volt a szórás akkor már az életkorban, mondjuk volt 25 éves, meg volt 15 éves, és itt az urán szerintem a mondjuk 23 felettiekre referál, amikor azt mondja, hogy a felnőttek. Ja, mert egyeseknek, mint például neked, engedély kellett kérni külön arra, hogy mint alapítótak, tehát 18 év alatt nem lehetett alapítótak senki, csak szülői engedéllyel, amit nem mindenki készült vele. Bocsánat, máig így van, hogy 18 év alatt nem lehet tagja egyesületnek, illetve civil szervezetnek, csak szülői engedéllyel 14 és 18 év között. Ezért ő a pénztáros. Igen. Szóval így lett Krisz a legfiatalabb alapítótagunk, mert nagyon rendes gyerek volt, és hozott szülői engedélyt. De az egész alapítás azért volt egyébként nagyon érdekes, mert én az előkészületben nem vettem részt, csak nekem azért volt szenzációs az a két nap, vagy három, vagy nem tudom, meddig voltunk ott, mert én mindenkivel ott találkoztam igazából. Én nagyon keveset jártam Meetre, kétszer-háromszor voltam előtte egyáltalán, mert nem jártam be Budapestre alapul, mert érdi vagyok, és nem volt, aki bevigyen meg ilyesmi, és tudom, hogy lementünk Salgó Tarjánba, és hát akiket most ismerek, azoknak a 90%-át ott ismertem meg. És ezért egy hatalmas buli volt, mert mindenki maximum internetről ismerte egymást a levelező listán, volt valami neve, azt se tudta, fiú-e vagy lány, hogy néz ki, hány éves, és oda mentél, és azt hitted, hogy a Krisztika, aki 16 éves, aki idejött, hogy 28 éves, és Balázsnak hívják, tehát nem lehetett tudni, és ez ilyen nagy élmény volt, igazából összehozós élmény, és az alapítás is olyan volt, de jó, végre együtt találkoztunk, ott vagyunk, 40-en, nagy buli van, alapítsunk egy egyesületet, nem értünk hozzá, de jó lesz. És ez szerintem ez körülbelül ez a lelkesedés volt egész nap, aztán tényleg nem értettünk hozzá, de örültünk neki, hogy csináltunk valamit, ami komoly, és ez mostantól jó lesz, és működni fog, hát körülbelül ez. És aztán meg is írtuk azt a nyilatkozatot amúgy a Frey-féle izére. Igen, megírtuk, izére, igen, hogy... és alá kellett írni, meg minden. Igen. Ja, és az indexisek le is hozták, igen. Az még az archívumban meg lehet találni, hogyha valaki nagyon elszánt. Szóval végülis az alapító célt, azt teljesítettük, úgyis mondhatjuk. És akkor ez volt az első hivatalos cselekedete a MAT-nak? A levél a Frey dossziénak? Szerintem kb. Ja. Igen, valószínűleg igen, ez volt. Hát, hogyha nem számítjuk azt, hogy a japán nagykövet dísztagunká választottuk. Ha akarta, ha nem. Ha akarta, ha nem, igen. Egyébként azt hiszem, hogy most az akkori nagykövet a jövő évben megint Magyarországon lesz. Lehet, meg kellene környékezni, hogy szeretne megint animekonra jönni. Biztos nagyon szép emlékei vannak igen, rólunk. Jövőre lesz ilyen 150 éves a magyar-japán diplomáciai kapcsolatok, stb. Tehát még amikor monarchia voltunk, akkor vettük fel ugye Japánnal a kapcsolatot hivatalosan. Tulajdonképpen igen. Igen. Igen, jövőre nagyon sok program lesz ilyen japános, úgyhogy majd figyeljétek a híreket. És milyen más ilyen korai intézkedések vagy akciók voltak a MAD-ban? Tehát hogy kezdődött ez, hogy egyáltalán akkor csináljunk rendezvényeket? Kármán esetleg tudsz valamit mesélni? Az volt az egyik célja a hivatalos egyesületnek, ugye, hogy tudjunk szervezni, mert hogy köthessünk szerződéseket, kibérelhessünk egy helyet, tehát ugye legyen valami jogi hátterünk. És akkor kezdtük el, szerintem a legelső animekont a melyik gimnázium? Radnóti? Szerintem ott volt, a sárkánytűzesekkel, a deltásokkal. Gyakorló gimnázium, ugye? Igen. Az még, az szinte egyből a MAT megalapítása után meg lett szervezve ilyen kis költségvetéssel. A költségvetést is túlzás, azt hiszem. 2003-as
De hatalmas siker volt. Utcán álltak az emberek, emlékszem. Mindenki. Hát ez volt a legelső ilyen rendezvény. 150 forint volt egy jegy, vagy valami ilyesmi van. Én emlékszem, hogy azon a konon volt egy előadás, ami körülbelül 2 vagy 3 óra hosszú volt, és csak a Slayers-ről szólt. És azt hiszem, hogy csak az első szezon sikerült ez alatt elmondani. Slayers-ről kimes. Hogyha még emlékszik itt valaki a Slayers-re. És akkor is jelentették be, hogy egyáltalán adni fogják a Slayers-t. Ja, igen, ez még az előtt volt, hogy lett volna az Animax, igen. Meg ezek az adók. Az úgyhogy, és először még A+-nak hívták. Igen, és az nagyon érdekes volt, mert ott jelentették be, és a csávó nem tudta, hogy ez mennyire népszerű. És mondta, hogy vettünk valamit, aztán az a neve, hogy Slayers, és 10 percig sikítva üvöltett mindenki a csávó így állt. Azt hiszem, akkor jót vettünk. Szegény teljesen le volt sokkalva, de örült, hogy akkor jó. Nem tudom, hogy így a semmiből hogy tudtak pont abba belenyúlni, de jól nyúltak bele akkor. Ez 2003. november 22-23 Radnóti Miklós gimnázium. Ja, őszi seregszemlének hívták a rendezvényt. Az is egyébként ilyen vegyes felvágott volt, tehát hasonló. A Delta... Tudom, hogy Delta Vision, csak azon gondolkoztam, ki volt még ott, amire nem emlékszem, de köszönjük, a Delta Vision például még ott volt. Tehát ilyen, az is ilyen fantasy, skifis, vegyes felvágottas volt. Akkoriban még a Star Trek Club nagyon aktív volt, úgyhogy ők is valószínűleg ott voltak. Meg a Tolkien Társaság. Ugye akkoriban a Tolkien Társaság mindenhol ott volt, mert akkor nagyon népszerű volt a Gyűrűk Ura. Most is az. Most is az, de... Az volt ugye az, amikor a leginkább egyébként voltak olyan rendezvények. Szerintem én ezen látogatóként már voltam, tehát ha nem volt ott többször rendezvény. Komolyan? Szerintem van rólad kép konkrét. Aha, tehát én szerintem a gimivel lévő programokon voltam akkor. Gyerekek, van. Nagyon kicsi a világ. Ja. Amúgy 2 darab rendezvényünk volt a Radnóti Miklós gimnáziumban, az őszi és a tavaszi seregszemle, meglepő módon, az 2004. május 22. és 23. Ez egy nagyon baba kis rendezvény volt, én tökre bírtam. És akkor mi volt az első saját rendezvénye a MAT-nak? Szerintem az ezt követően, az őszi és a tavaszi seregszemlét követően eléggé megnőtt a igény arra, hogy csak animés rendezvény legyen, ahová ugye továbbra is hívtunk meg városokat, meg stb., de ugye azt már mi szerveztük a következő... Hát az első, aminek benne van így frankon az anime a nevében, ebből kifolyólag gondolom, azt már talán egyedül szerveztük, az a 2004. szeptemberben az anime nap volt. Ez egy egynapos volt, mert az elején még egynapos rendezvényeket szerveztünk, úgy éreztük, hogy az a biztos. Igen. De az már Petőfi csarnok. Petőfi csarnokban először 2006-ban voltunk. Én egyébként emlékszem erre, én csak azért teszek fel kérdéseket, mert én vagyok a moderátor, de hogy emlékszem erre, valahol itt volt a Ferencvárosban, az is egy gimnáziumban. Nem itt volt, de a Ferencvárosban volt. Igen. Valamilyen gimnáziumban, arra már nem emlékszem, és ott az volt a nagy attrakció, hogy akkor indult el az A+, és elkezdték adni az Inuyasát. És eljött az Inuyasa szinkron rendezője, meg 2 vagy 3 szinkron hang, Molnár Ilonára emlékszem, a többiekre nem, hogy kik voltak ott, és volt egy ilyen beszélgetés velük, ahol megpróbáltak elmondani nekünk, hogy higgyük el, hogy Sesshomarut Sesshomarunak kell mondani, és mi udvariasan nem nagyon veszekedtünk ezen, úgyhogy ez volt az emlékezetes abban az eseményben. Nem tudom, hogy valakinek van-e még valami jó sztoria ilyen korai anime napokról, konokról. Már akkor is volt egyébként ugye cosplay, és emlékszek egy olyan versenyre, ahol Aheron, az akkori elnök, konkrétan megnyerte a cosplay nem versenyt. Nem volt bunda, de tényleg. Nem volt bunda, de senki nem hitte el nekünk. Tényleg övé volt akkor a legjobb cosplay, tehát ez így. De arra akkorra én is emlékszem, ez most jött elő, mert ilyen tömbökben árultuk a jegyeket, akkor még nem karszalag volt, nem voltunk ilyen nagyon fancy-k, és elfogytak a jegyek, tehát annyi látogató jött, hogy elfogyott a jegy. És kézzel kellett írnom belépő jegyeket a 650-es szám után, és 2 hete West az egyik csomagban megtalálta a tömböt, ami a többi jegyet tartalmazta. A hiányzó jegyeket. Teljesen feleslegesen dolgoztam, 15 év után. Tehát, hogy ez egy
most lett emlékezetes. Van egy doboz, amiben ilyen régi karszalagok, meg ilyesmik vannak, tehát szerintem abban volt ez is. Igen, nagyon ilyen horderek vagyunk, mert a régi programfizetek, régi plakátok, régi minden lófasz megvan. Egyébként akkoriban még az összes ilyen versenyünk az közönségszavazásos volt, ha jól emlékszem. Egyedül talán az egyik rajzverseny volt zsűris. De a simán a rajzverseny még az első, amit Aheronik csináltak, az még zsűris volt. Igen, akkor az még zsűris volt, de a cosplay verseny az közönségszavazásos volt. Az egy élmény volt mindig megszámolni a szavazatokat. Ez a Aheron cosplay, ez a Monte Cristo cucc volt? Gangucó. Igen, akkor is egy. Jó, akkor rémlik valami, igen. Aztán utána átköltöztünk a Pecsába. Először a Villanálisba, az nem volt jó. Egyszer voltunk ott, összevesztünk a helyiekkel. Valamikor közben volt a lángműház, vagy az ezek előtt? Tényleg, az a lángban volt. A lángműházban voltunk, utána mentünk a Millenárisra, és utána a Pecsába. Aztán a Pecsáiba maradtunk, amíg azt le nem bontották. Majd, nagyjából igen. Maradtunk. Igen. Hát ha már így, akkor beszélünk a pecsás konokról. Uram, milyen volt a Pecsában konokat szervezni? Van valakinél zsepi. Hiányzik a Pecsa. Őszintén szóval, mint rendezvény helyszín is, meg minden. Milyen volt a Pecsában konokat szervezni? Jó, amúgy. Kicsit stresszes, maradjunk annyiba. De nagyon jó volt, főleg miután egyre jobb ilyen munka kapcsolatot sikerült ott a helyiekkel kialakítanunk. Tényleg így kivéve a biztonsági őröket, velük nem sikerült soha, de mi próbálkoztunk. De volt időszak, amikor a biztonságik is olyanok voltak, nem akik már úgy tudták, hogy ez micsoda. Tehát, hogy igen, ez nem... ezt úgy hívják, hogy deszenzitizálódtak. Igen, tehát, hogy már hozzászoktak a kaszákhoz, meg ilyenekhez. De volt olyan, hogy ugye Pecse tetején volt a repülési múzeum, repülés történeti, vagy mi a takam? Bocsánat. És jött egy család, és így megnézték, hogy hát ez a sok ilyen kis rajzfilmes izé, így be akartak jönni, és akkor az egyik biztonsági őr mondta, hogy ne menjenek be, ezek bolondok. De ugye a pár évvel ezelőtti, amikor azt hiszem a 10 éves volt, akkor, ja, akkor csináltuk azt a... Egyetem 5 éve volt az a pár év. Volt, hogy, vagy az volt a szlogen, hogy kínai mesefesztivál lesz. És ez ugye onnan jön, hogy ezt egyszer valamelyik rendezvényen bedobta egy biztonsági őr, hogy kérdezték tőle, hogy mi ez itt, és mondta, hogy hát ilyen kínai mesefesztivál. Végül is sokkal nagyobb hülyeséget is mondhatott volna, de tulajdonképpen. Egyébként ez még a belga-kínai koprodukciós rajzfilmek, ezek a tévéműsorban voltak az animék alá. Olyan a méhecske. Igen. Jó, hát végül is a Sailor Moon is francia rajzfilm volt, igen. Igen, igen. És tényleg, bordű. A Moon a hajós, ugyebár. Ó, igen. Meg a holtengeri. Mikor így szerepelt a tévéújságba, Sailor Moon annak idején. Igen, nagyon furcsa dolgokra emlékszünk. Most vannak mellettünk. Szerintem lassan lejár az időnk. Igen, lassan. Van egy 5 perc talán. Majd nyugodtan? Még nyugodtan. Jó. A nyuszi hölgy azt mondta, hogy még beszélhetünk. Igen. Akkor meséljünk arra, hogy lett Sakuragi, ha már így nyuszi hölgyek szóba kerültek. Hogy lett az Anime Connak saját maszkotja? Ki emlékszik még itt Sakuragira? Ó, van, aki feltette a kezét. Jó. Szuper! Jó, hogy ki nem számítasz hozzá. De rajta kívül is feltette egy ember. Pedig még mindig vannak artbookjaink, ha szeretnétek vásárolni. De egyébként a mostani, ami most vagyunk rendezvényen, és a reklámjain ott van a figura. Tehát az a kis rózsaszín nyúlszerű lény, ami a bal alsó sarokban ott figyelt. A reklámképeken az a Sakuragi figura. Ja. Azt igen. Hiszem, kiírtunk egy pályázatot? Igen, az volt, pályázat volt. Ja, igen. Pályázatot kiírtunk. És hogy... sokan indultak rajta egyébként. Ja, szerintem legalább 10-15 pálya igen, mindenképpen igen. Volt. És akkor azt így megkaptuk ugye az elnökségi levlistára, átnéztük meg mindent, és akkor kaptunk egy pályamunkát, ami azt ábrázolta, hogy Hiroshimában egy cseresznyefát és egy nyulat eltalálja az atombomba, és ebből lett Sakuragi. Sakuragi egy rózsaszín ilyen emberszabású izé, aminek 5 füle van, mint a cseresznyevirág szírmai. Későbbiekben néha ember alakot is öltött, amikor már nagyon fáradtak voltunk, amikor dizájnoltuk a plakátokat. Hol lány volt, hol fiú, hol nyúl, hol ember, mikor, hogy. Azt szeretném hozzátenni, hogy ez volt az első 3 napos konunk, amire a Sakuragit használtuk. Péntek, szombat, vasárnap volt a kon,
Egy horror volt. És az volt a legjobb. Igen, de horror volt. A pénteki napot az teljesen japán kulturális nappá. Igen, ilyen macurit rendeztünk. Macuri volt, igen. 2008 vagy 2009. És ez volt az a rész, amikor kinőttük igen a pecsát, és a szabadtéri részen állítottunk föl sátrakat. Volt olyan is, hogy a pecsán kívül állítottunk sátrakat, de az is bonyolult volt, mert akkor ilyen területfoglalási engedély, meg mit tudom én. És akkor kitaláltuk nagy izével, hogy a pecsán belül állítunk föl sátrakat, így ez a megoldottuk, és akkor egy ilyen félig szabadtéri, félig zártéri, ilyen, szerintem egy nagyon hangulatos kis izélet belőle, ott mentek mindenki, aki tudott, kimonóba, meg lyukatába, meg mit tudom én. Nagyon... És még jó időnk is volt hozzá. Mondjuk harmadnapra mindenki így nézett ki a szervezők közül, hogy körülbelül így közlekedtünk, de még mi is élveztük. Úgyhogy, igen, egy élvezetes kor. Logisztikailag bonyolult, de programilag jókon volt. Amúgy szeretnék egy az összes konos segítőtől elnézést kérni, amikor én a pecsás konokon általában ugye kialvatlanul előző nap hajnali 2-kor feküdtem, másnap hajnali 6-kor keltem, és megjelentem 7:30 a pecsánál, és láttam egy kupac segítőt, maximáig emlegeti, hogy állnak, és beszélgetnek, és nem csinálnak semmit. És halálájuk. Valami elpattant bennem akkor ott, és ez a ti ott, gyerünk pakolni. És állítólag úgy néztem ki, mint aki embert akar ölni. Néha előfordul. Ez velem is többször megtörtént. Alapvetően pedig kedves vagyok és aranyos általában. Aha. Az épület strukturális integritás az komoly próbáknak van kitéve, de nem baj. Valakinek van még valamilyen jó sztoria ilyen pecsás anime konokról? Amit így megosztana mindenkivel? De jó vagy nem jó, de amikor ráébredsz, hogy a mondó megjelenése után, hogy mivel a tavalyi reklámot használtad a plakát alapjául, és rossz dátumot írtál be, hogy mikor lesz a kon, az egy örök emlék. Tehát, hogy így soha nem fogom elfelejteni. De ha jól emlékszem, volt egy olyan, amikor lehagytuk a dátumot a plakátról. Az mindig a jobb. Október 13-a helyett 12-én mennek oda az emberek, az nem túl jó. Azóta minden dátumot 42-szer ellenőriz 37 ember. Azóta egy kicsit paranoiás vagyok. Egyébként ez a szervezéssel mindig az volt a baj, hogy aki szervezett, az nem tudta élvezni a konokat. Tehát szerintem így, aki közülünk így mindig amelyik konnak a szervezésében részt vett, az csak arra emlékszik, hogy a színpad mögött rohan. Teljesen igaz. Hosszú idők óta először vagyok úgy konon, hogy így nem kell semmit csinálnom, és dettó. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon furcsa érzés. Ezt így szeretném leszögezni. Yeah. Egy idő után én ezért is hagytam abba, de azóta nem volt matos, rendes nagy kon, úgyhogy kellett nekem abba hagyni, tehát én is jókor, na mindegy. Úgyhogy, de tavaly, amikor voltam ilyen másik konon, akkora élmény volt, hogy rendezvény van, és programok, de jó. Én sem tudtuk eddig, csak reménykedtünk, akkor, hogy vannak programok. Nagyon szerettük csinálni, csak sose jutottunk el odáig, hogy valami részt is vegyünk általában. Úgyhogy. Azóta lett valami program, amit nagyon szerettek, vagy egy kedvenc program? Én nekem, ami a szívem csücske, az a Mega Sellyu, mert hogy azt én találtam ki annó. Ugye nem én futtattam, csak én az ötletet dobtam be, hogy annyit szittuk a magyar szinkronosokat okkalok nélkül, hogy... Hobbiból, igen. Hogy ugye legyen egy programpont, ahol kipróbálhatod magadat, hogy te, hogy szinkronizálnád le. Nekem az animében a Barkács lett az egyik kedvencem. Egyik nekem is. Tehát imádtam rajzáson szervezni, de a Barkács az mindig olyan kis meghittebb, viccesebb, ötletesebb, meg nagyon változatos volt, hogy az emberek mit voltak képesek behozni, félelmetes volt. Nagyon olyan jó dolgokat volt. Találtak ki, hogy eszméletlen. Igen, az, tehát ez nagyon jó volt, mert mindenféle használati tárgyat, egy dísztárgyat, figurát is csinált valaki, és azok annyira profik voltak, és mindig néztem, hogy ezt hogy hozta el, meg valaki elpostázta ezeket, és miért visszaadtam neki. Tehát, szóval nagyon szerettem a rajzversenyt, de ez a Barkács, ez és egyre nagyobb lett. És tudom, hogy utána is volt, mikor utána Imlán nem csinálta, az egy jó ötlet volt az a Barkács, ezt nagyon szerettem. Meg ami ilyen egyszeri alkalom volt, ugye volt mindig a, hogy hívt, főzőverseny, volt annak valami neve? Sütőverseny. Volt egy bentó, de a szülinapunkon, a 10. szülinapos konon, akkor süti versenyt rendeztünk, meg tortákat, és ez tök jó volt, egy csomó tortát ettünk. És nagyon finomak voltak amúgy, nagyon szépek voltak, és nagyon finomak, szóval. Valakinek a kiskanala még mindig nálam van, 5 év után. Ja, lehet,
az én villám. Igen, ha valaki tudja, hogy hiányzik egy kanal, akkor jelentkezhet. Jó, akkor megvan. 5 éve keresem a villámon. Tök jó. Éljen! Ezért ide kell majd jönni. Jó, köszönöm. Na, anyám megvert, hogy hol van az a villám. Jó, köszönöm. Amit meg én találtam ki program, az a 10 próba volt, nem tudom, emlékszik-e itt rá valaki, hogy 10 különböző programon részt kellett venni, pecsétet kellett gyűjteni, és lehetett kapni érte ajándékot. És az a vicces, hogy képzeljétek, ma láttam, hogy ma van a korai kulturális nap, és ők is ilyen pecsétgyűjtős, hát nem 10 próbának hívják, de ugyanezt csinálják, úgyhogy valószínűleg jó ötlet lehetett, mert mások is alkalmazzák. Ami még így szervezőként megfogott, az a foci verseny. Egyszer a 3 napos cosplay foci. És arról az az egyetlen emlékem, hogy valaki rohadtul fejbe somott egy labdával, de hogy volt egy külön szervezőkvés segítők, és én nem, mai napig nem tudom, hogy ez egy ilyen nagyon jól kézelt bosszú volt, hogy nem tudom, de így annyi emlékem van az egész, hogy jön az arcomba a labda. És akkor így utána így megálltam, és ez ki volt. A mai napig nem sikerült kiderítenem, de gratulálok az illetőnek. Ez egy jó program volt. Meg volt egy ilyen nagyon jó pofa, hogy ugye dekorba raktunk ki olyan szakuragis feliratokat a rajzversenyhez, hogy ne nyújj hozzá, mert szakuragi letépi az arcodat. És ez olyan népszerű lett, hogy sorozatgyártanunk kellett ezt a feliratot, de mindenki elkérte folyamatosan konközbe, tehát egykorra elvittünk vagy 20-at, és osztogatni kellett. És azt már Marian rajzolta, azt tudom, de az zseniális volt, hogy abból én folyamatosan fénymásoltam, mert azt vitték, mint a cukrot. Szakuragi gyakorlatilag karrierje során mindent csinált, tehát hogy így van belőle DDR-ező verzió, konzolozó verzió, a Matsurira az összes programra megrajzoltuk, cosplayelt már Naruto-t, Sailor Moon-t, Inuyasha-t. Bocsánat, minden egyes programponthoz odaadtuk, hogy figyú, így van egy ilyen program, csinálja már Sakuragi, kérünk hozzá a kabalát. Igen, Sakuragi rajzolójának, mert hogyha fölhozom, akkor így elkezd egy idegit rángani a szem alatt. De általában megcsinálja, hogyha szépen kérjük. Na hát, köszi, hogy akkor felidéztétek ezeket a szép emlékeket a pecsából. Ugye, miután vége lett a jó időknek a pecsával. A pecsának. Meg a pecsának, úgy egyáltalán utána 2 nagyobb rendezvényünk volt, ha jól mondom. A Shibuya-kon és a Shoujo-kon. A Shoujo-konról azt kell tudni, hogy itt volt. Úgyhogy szép emlékeink vannak az FMK-ról is. Nem tudom, hogy Shibuya, ezekkel kapcsolatban valami. A Shibuya-kon az egy rendkívül rémisztő élmény volt, legalábbis nekem. Tehát ez a nekünk mindenkinek. Ez, akik ott voltak, azoknak is elég kemény lehetett, de én előző nap tárgyaltam még a helynek a szervezőivel, ahol például egy biztosítást kellett aláírnunk, amire itt most nem mutatok arra az illetőre, aki kicsengette azt a pénzt, amit ki kellett fizetnünk, és később vissza kellett adnunk neki, meg ilyenek. Meg be kellett mutatnom különböző papírokat, amivel igazoltam, hogy én vagyok az elnök, meg ilyenek, mert kicsit komolyan vették magukat a fiúk. Hirtelen megijedtek ezek az emberek, amikor rájöttek, hogy ide lehet, hogy tényleg eljön egy csomó ember. És mondjuk levették a létszámkeretet a felére, vagy valami ilyesmi volt, vagy nem is emlékszem már pontosan, vagy a negyedére. Hogy hívták a helyet? Ez a Garai Üzletközpont. És az volt bele a baj, nem volt kész. És kábelek lógtak a falból néhol még. Nagyon industriál feelinge volt. Miután megvolt a rendezvény másnap, és rájöttek, hogy itt mégsem emberek részegen törnek, zúznak, meg összehánynak mindent, hanem kultúrátlan szórakoznak. Később kaptunk tőlük újra megkeresést, amit én így nagyon óvatosan elhárítottam, hogy majd jelentkezünk, igen, hogy majd még... Én azt mondtam, hogy nem. Meggondoljuk, majd lehet, hogy majd fogunk megint, igen, majd szólunk, de nem szerveztünk oda máskor már rendezvényt. Nekem a Garaiskondról az emlékem, hogy 3 héttel a kon előtt ülünk Uránéknál szervezői meeting, és ez a, mint a fejetlen csirkék próbálunk rohangászni, de nem rohangászunk, mert kicsi a hely. És ez a úristen, hogy leszünk kész? Úristen, mi lesz? Ehhez hozzátartozik, nem akarom védeni a izéket, mert náluk nagyobb idióták, csak a dűreresek voltak, de előtte volt a Westbalkános baleset, ahol a tömeg miatt... Igen, tehát ez most az előbb. Ráparáztak arra, hogy sokan lesznek kis helyen, és úristen, mi történik, igen, hogyha valakinek baja esik. Nem jutott eszembe, valóban tényleg ez volt. Igen, tehát hogy valahol a parájuk az igazolható volt, de az, hogy nem volt padló a helyen,
az már kevésbé volt igazolható. Azt hiszem, valóban mi kötöttük be a 220-at. Viszont ezért volt ingyen, igen. Tehát ugye volt, hova mi szereltük be a konnektorokat. Igen, mert meg volt a sín, de rá kellett szerelni a csatlakozókat, igen. A matos ahol tud segít. Ja. Így van, jó kis cserkészek vagyunk. Nem sokára lejár az időnk, úgyhogy még annyit mondjunk el, hogy mostanában, és ne nevessetek, de mostanában mivel foglalkozik a mat? Anime piacokat szervez például, tehát ugye most is az itteni piacot. Ugye pár évig voltunk a Müsziben, ami tök jól működött, meg nagyon jó helynek tűnt, meg jól működött az együtt szervezés, együttműködés. Egy idő után már raktárunk is volt ott, tehát szépen beköltöztünk. Végre aztán, volt egy raktárunk. Igen, aztán fogták és kirúgták őket onnan, tehát hogy felbontották a szerződésüket, úgyhogy az a dolog megszűnt. Nem így vagyunk most, egy jó ómen a helyszíneknek. Így most továbbra is azért szervezünk piacokat, változó, hogy éppen hol. Voltunk egy iskolában, most vagyunk itt. Még meglátjuk, hogy hol leszünk legközelebb. Japán napokra járunk, tehát mindenféle japános programokon, például a füvészkertben már annyi ideje visszatérő vendégek vagyunk, hogy de már ők hívnak minket, tehát nem mi jelentkezünk, hogy mennénk a füvészkertbe animés mangás pultot, meg rajtos pultot vinni, hanem ők jelentkeznek, hogy hát akkor ugye jöttök, tehát hogy akkor... Igen. Aztán van cseresznyefánk is, nem? Igen, meg hasonlóan a Hof Ferenc Múzeumban is, amikor vannak ilyen japános programok, ott is mindig szoktunk lenni. Ott ugye a Japán-Magyar Baráti Társasággal együtt szervezünk, igen. Körünkben a Japán-Magyar Baráti Társaság egyik képviselője halmozza állásokat. Ha akarja, ha nem. Igen, valamiért ott nem sikerült elég gyorsan tiltakoznom, amikor megválasztottak, aztán hirtelen én lettem a titkár. Az is jó egyébként. Még többet kell dolgozni, mint a MAD-ban. Még kevesebb a pihenő. Na mindegy. Szóval jó amúgy egyesületben lenni, ti is nyugodtan csatlakozhattok a MAD-hoz is. Mert amúgy jó. Tehát, hogy igen, most ilyen nagyon sok olyan élményt elevenítettünk, hogy milyen fáradtak voltunk, meg mert veszekedtünk, meg már nem egymással, hanem ilyen helyszínekkel, meg biztonsági őrökkel, meg Frejdosszéval, de hogy amúgy tök jó egyesületben lenni, és lehet csatlakozni. Azt hiszem 2000 forint a tagsági díj? 2000 forint a tagdíj egy évre, így van. És semmi nem jár érte, de benne vagy az egyesületben, és nagyon jó, tehát tényleg. Sok mostanában megint úgy van, hogy a rendezvényekre ingyen be lehet venni például. Tehát, lehet segíteni a szervezésben, igen, hogyha valaki ilyen téren akarja kiélni magát. Például. Igen. Szóval, hogy ha valakit érdekel a MAT, meg a MAT-tagság, akkor nyugodtan jöjjön oda hozzánk a pultnál, ahol vagyunk, ott ahol az épített pult is van a bejárattal szemben, és hogyha van valamilyen kérdés, akkor arra még szívesen válaszolunk. Csak nagyon integessetek, mert amúgy nem látunk belőletek semmit. Köszi. Jó, így könnyű. Most tehát, így elgondolkodtam, hogy nem hoztam magammal belépési nyilatkozatot, de ha mégis valaki beszeretne lépni, akkor kitalálunk. Elpostázzuk neki, megoldjuk. Nem gond. Szülői engedélyeket elfogadjuk. Ja. Szóval kérdés esetleg? Csak beszélgetni. Népszerű. Jó, nem baj. Annyira mindent elmondtunk, hogy már az összes felmerülő kérdésre válaszoltunk ezek kérdés szerint. Kérdés meg helye nincs. Jó. Hát akkor nagyon köszönjük a figyelmet, meg köszönjük, hogy eljöttetek erre a rendezvényre. Nagyon nosztalgikus volt ez így nekünk. Mondjad. Ja, semmi, csak azt mondtam, hogy meg köszönjük Kármánnak, hogy online bekapcsolódott a... Ezt ti nem láttátok, de mi láttuk. Igen. Sziasztok! Bye! Szia! Szia. Szóval volt elnökünk egyenesen Angliából, igen, itt sajnos a technika ördögének köszönhetőben, csak kicsiben, de azért velünk hello volt. Az elnök úr megtekinti a... Akinek jó szeme láthatja. Meg a gombot. Do the thing! Jó, hát köszönjük akkor Kármánnak, meg én köszönöm mindenkinek a beszélgetést, szerintem azért nagyjából lefettük ezt a 15 évet, és akkor további jó szórakozást mindenkinek. Sziasztok! 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 Hi. Okay, sziasztok.